Két Róma elbukott, a harmadikál, ez Moszkva, negyedik pedig nem lesz. Ez az orosz szólásmondás a 16. század elején született. A Moszkva majd Pétervár központú orosz birodalom krédója volt ez, amely tudatosan a bizánci tradíciókhoz kapcsolódott. A könyv címében szereplő második Bizánc, vagyis a Szovjetunió hagyományai és struktúrái pedig ma is befolyásolják egyébként nem csak az oroszok gondolkodását, hanem a miénkét is. Ahogy Habsburg Ottó 2007-ben a kötet budapesti bemutatóján fogalmazott. Óriási illúziók vannak, főleg, hogy mi jön itt számunkra abból a nagy birodalomból, amelyet elvégre nem oly régen még itt láthattuk Magyarországon, és amelyre kell, hogy előkészüljünk, hogy egyszer másodszor az történjen, ami történt. A kötet tavaly észtül Tallinnban is megjelent. Fordítóként miért gondolta azt, hogy mondjuk ezt a kötet érdekelheti az észtországi olvasót? Azért, mert fejtágító, és az ember elolvasása után megszabadul sok sztereotípiától az orosz emberekre vonatkozóan. Az orosz értékrendszerben igazából fontosabb a birodalmiság, mint tulajdonképpen bármi más, hogyha politikai formáról beszélünk. Tehát, hogyha Európát nézzük, akkor azt hiszem, hogy a kétoldalú hatalomgyakorlás, tehát hogy az uralkodó és mondjuk az alattvalók közti kapcsolat ne legyen teljesen egyoldalú, az a bevett fogalmi rendszer. Oroszoknál szerintem sokkal fontosabb a rend. Mi észtek azoknak a civilizációknak a határán élünk, amelyekről Gecse Géza ír a Bizánctól Bizáncig című könyvében. Ezen a határon élve ennek és amannak a civilizációnak a nyomait is észrevehetjük. Ezért ez Európa egyik legérdekesebb helye, mármint Észtország a civilizációk határán. Orosz birodalom már nincs, de továbbra is van orosz birodalmi gondolat, ami egy olyan eszme, amelynek nyomai olyankor is észrevehetők, amikor néhány hónapja Vlagyimir Putyin Kazahsztánnal és Belorussziával együtt Eurázsiai Szövetség kialakításáról beszélt. Mindez arról árulkodik, hogy Moszkvában még mindig tartja magát az elképzelés, hogy a birodalmi létnek továbbra is van létjogosultsága.